most már teljes bizonyossággal bejelenthető, hogy a nyár vége felé, vagy a kora ősszel szabadkán el fognak indulni ezek a munkálatok. Aztán Palicson is, illetve Csantavéren és Bajmokon a két utóbbi településen ugye szennyvíztisztító kiépítésére is sor fog kerülni. Palics lesz a város területén az első település, amely 100%-ban lefedésre kerül csatorna hálózat által, és Szabadkán a városban is számos helyi közösség esetében épülni fog, vagy ki, ki, fog épülni a szennyvízhálózat. Ez a vasútépítés mellett talán azt mondható, hogy Szabadka történetének a, a, a legnagyobb egyben kivitelezett infrastruktúra fejlesztési akciója.